A Pető Intézetben, helyesebben a Pető András Főiskolán járunk. Az intézet ugyanis 2014. szeptember 1-től állami tulajdonba került, ahol egyebek mellett a létesítmény köznevelési intézménye gyakorlóiskolai státuszba került. Hüvelykujja, almafa, mutató ujjam, megrázta, középső ujjam, felszette, gyűrűs ujjam, hazavitte, a kis ujjam, mind megette, megfájdult a hasa tőle. Az intézményben mozgássérült gyerekek kapnak esélyt arra, hogy visszanyerjék elveszett képességeiket, hogy ezáltal aktív és tartalmasabb életet élhessenek. A módszer dr. Pető András orvos gyógypedagógus nevéhez kötődik. Pető gyógymódjának alapgondolata az volt, hogy idegrendszerünk a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépülésének lehetőségével, és ezek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósíthatók. Módszerét ezért nevezte el konduktív módszernek, mely magyarul rávezetést jelent. Pető András nem ismerte a lehetetlent, úgy vélte, a sérülteket nem csak a mozgásban kell segíteni, hanem komplexen kell kezelni az egész embert, testet, lelket és szellemi képességet egyaránt. Ebben a szellemben készült el a főiskola két legújabb interaktív tananyaga is. 2015 nyarán egy remek szakmai csapattal hozott bennünket össze az Élet innen a Pető András Főiskolán, és felmerült egy új szoftverfejlesztésnek a gondolata, amivel azoknak a gyerekeknek tudnánk nagyobb lehetőséget adni az oktatásra, akik valamilyen megváltozott képességgel, akár mozgásszerű vagy érzékszerű képességzavarral rendelkeznek, és ennek keretében jött létre ez a két oktatási szoftver. A konduktorok szerint az egyik legnagyobb probléma, hogy ezeknél a mozgássérült gyerekeknél a lateralitás és a dominancia lassabban alakul ki. Emiatt a kéz- és eszközhasználat, illetve későbbiekben az írás-olvasás, továbbá a számolás képessége is későbbre tolódik náluk. A gyerekek nagy kedvence a kis felfedező, óriási segítséget nyújt a készségek fejlesztésében. A játék során a virtuális dobókockák segítségével nem csak az derül ki, hogy a kicsi bal vagy jobb keze az erősebb, hanem további tanulási és fejlesztési lehetőségeket is tartogat számukra. Megtanulják azt, hogy jól fejlesztik a relációs ismereteiket, a téri percepciós fejlesztést is megvalósítja síkban, mivel az irányokat is kell megfogalmazni, illetve felismerni a kis nyilakkal, és azokat nyilak segítségével tudja a pályán a sünikét mozgatni, és ellenőrizni tudja, hogyha nem jól lépnek, vagy nem annyit lépnek, ahányat dobtak a kockával, akkor rezegni kezd a kép, és nem engedi őket tovább, úgyhogy újra kísérletezni fognak, hogy sikerüljön megvalósítani azt, hogy pontosan arra a képre lépjenek, amelyikre szeretnének. A lurkók a játékot abba sem akarják hagyni. Teljes extázisba esve, a külvilágot kizárva óriási örömmel játszanak, és észre sem veszik közben, mennyit tanulnak, és mekkora fejlődésen esnek át. Kinek a sünis, kinek pedig, ahogy ők mondják, a színes játék a kedvence. Azaz a színvarázs, ahol a színek varázslatos birodalmába juthatunk el. De miért éppen ide? Az óvodai felmérések során viszont az derült ki, hogy nagyon sok mindenről tudnak, de az alapvető tudnivalók például a színek felismerésében folyamatosan akadályokba ütköztem. Nem ismerték fel az alapszíneket, nem sikerült nekik a kevert színeket felismerni. És ezért gondoltam azt, mikor a Balázs Diák Kft-vel találkoztunk, hogy akkor egy olyan szoftvert lenne érdemes készíteni, ahol pont a színeket tudják kötni, formákhoz igazítani. Ezáltal fejlődik nem csak a színérzékelésük, a színlátásuk, hanem fejlődik ezáltal a formaérzékelésük, a szemkész koordinációjuk. Minden részképesség problémára találhatunk ezzel különböző megoldási módokat. Mióta ezt a programot használjuk, az a tapasztalatom, hogy az ábrázolás foglalkozáson sokkal merészebben használják a színeket, festékeket merészebben kevernek össze. Boldogok, mikor kijön ugyanaz a szín, ami ugye a gépen megjelent. Kemény küzdelem, állandó kitartó munka, sok-sok apró eredmény, nagyszerű teljesítmény, mind a gyerekek, mind pedig a fejlesztő pedagógusok részéről. Na meg persze még több innováció, például az eszközfejlesztésben, ami, mint látjuk, egyre nagyobb szerepet tölt be a Pető András Főiskola profiljában. Ezek az eszközök, legyenek ezek akár a Pető bútorok, vagy gyógyászati segédeszközök, vagy akár ilyen informatikai alkalmazások, programok, mind-mind közvetlenül hozzájárulnak a gyerekek fejlesztéséhez, illetve hát a mindennapi
problémájuk, akadályuk legyőzéséhez, megoldásához. Már most nagyon jó eredményekkel büszkélkedhetnek a pedagógusok, akik amikor csak tehetik, használják és alkalmazzák a két oktatási segédanyagot a mindennapokban. Olyan jól sikerült ennek a két szoftvernek a kivitelezés, és egy olyan remek csapat állt itt össze, hogy úgy gondoltuk, hogy 2016. januárjától tovább visszük ezt a nemzetközi piacra ennek a közös együttműködésnek a keretében, és egy svéd cég termékével összekapcsolva egy szemvezérelt oktatási technológiába integráljuk ezt a két oktatási tartalmat. A Pető módszer tehát mintegy 70 éve a világon egyedülállóként létezik, virágzik és folyamatosan fejlődik. Amit láthatták, próbálnak a kor kihívásainak megfelelni, és egyre újabb és újabb eszközökkel segíteni a gyerekeknek a fejlődésben. Egy valamit azonban érdemes tisztázni. A metódusnak nem az az elsődleges célja, hogy a sérültek úgy járjanak, mozogjanak, hogy senki ne lássa rajtuk a diszfunkciót, hanem hogy a konduktorok kihozzák a betegekből a maximumot, tanítsák a gyereket tanulni, és nem utolsó sorban előkészítsék őket a társadalmi integrációra.